Forgó Géza történész és múzeológus az 1990-es évek eleje óta kutatja Makó városának történetét. A szakember saját bevallása szerint nagyon inspirálóan hatottak rá Tóth Ferenc és Halmágyi Pál egykori múzeumigazgatók. Azóta is kutatja településünk történelmét, az évek alatt már több mint 130 publikációja jelent meg. Legfrissebb tanulmánya a helyi újvárosi református közösség múltjához kapcsolódik, innen érkezett hozzá a felkérés annak apropóján, hogy templomuk megépítésének tavaly kerek évfordulója volt. 1856-ban eldöntötték, hogy Újvároson is lesz egy református templom. Ez egy annak köszönhető, hogy a lakosság, a lélek száma az növekedett, és a város területe is akkoriban a Újváros felé növekedett, és hogy a belvárosi református ótemplom, hogy mi ismerjük, az már kicsi volt a híveknek, illetőleg hát, hogy messze is volt begyalogolni már Újvárosról, és elkezdtek gondolkodni, hogy kellene egy templom az ott lakóknak, hát hogy akkor lényegesen többen jártak templomban, mint napjainkban. És hát ez az 1850-es évek hát éppen nem a legkedvezőbb volt a református egyháznak, országos politikai események miatt, hogy akkoriban protestáns pártens, stb. Hát eléggé próbálták a reformátusokat betörni az 1848-49-es események után, ez nem sikerült. A történész stábunkkal megosztott néhány részletet arról, hogy milyen érdekességekre bukkant a templomépítés kivitelezésével kapcsolatban. A döntés az megszületett 1856-ban, de csak 1882-ben épült fel a templom, tehát elég hosszú ideig tartott. Ami nagyon érdekes ebben, hogy saját erőből építették a makóiak, akkor nem volt Európai Uniós támogatás, vagy Habsburg birodalmi támogatás, de kormány támogatás sem volt, úgyhogy saját erőből a makói reformátusok összeadták az árát, és felépítették egy Beszabak Aladár nevezetű mérnöknek a tervei alapján, akiről alig tudunk valamit, hogy tatai mérnök volt, de tatán sem nagyon tudnak róla, úgyhogy aki megnézi a templomot belülről, valami olyasmit lát, mintha egy árucsarnokban lenne, de templomnak van belseje átalakítva, kiépítve, tornyot építettek hozzá. Akkori korban egy nagyon modern technológiával építették ezt a templomot, a ganzmávak segítségét is, és hát akkor még ganz öntőde volt, segítségét is felhasználták. Rávilágított, a tanulmány tüzetesebben foglalkozik Csécsi Miklóssal, aki az egész templomépítést levezényelte, később pedig Újvároson a református lelkészi tisztséget is betöltötte. Az egyházi személy életéről meglepően sok adat került napvilágra, ám további részletekért az érdeklődőknek el kell majd olvasnia a könyvet. Forgó Géza stábunknak elmondta, terveik szerint ez év őszén már szeretnék megjelentetni a kiadványt, és céljuk az, hogy ez ne csak online, hanem nyomtatott, kézzel fogható formában is megtörténjen.